Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit gondol rólad, mi a terve, hogy érzi magát, mit fog tenni, és hogy reagálj erre, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Az ő jelenlegi helyzetére itt ez a kártya utal. Itt ez az uralkodó nő, vagy ez a királynő, ez te vagy. Így gondol rád, így érez téged, és itt trónolsz, tehát elfoglaltad a helyedet az ő életében, az ő gondolataiban, az ő szívében, az ő lelkében. Ez az út nem volt könnyű, hiszen itt köves, poros, száraz, de mégis elérted a célodat, vagy ő szeretné azt, ha elfoglalnád itt nála a helyedet. Szerencsére ott vannak a háttérben a csillagok, ami szerencsét hoz. Arra is utal, hogy mindez megvan írva a csillagképekben, tehát ez a találkozás nem volt véletlen, ha vannak ugyan véletlenek. Azon kívül itt látható a termés, itt kivirágzik valami, tehát jóra fordulnak a dolgok. A következő kártyák azt mutatják, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt vannak nála támadások. Valaki ezekkel a botokkal veri őt. És ez nem könnyű. Ez nem könnyű számára ez a helyzet, mert ezeket a dolgokat meg kell oldania. És itt ez a kártya, a halál azt jelenti, hogy vagy van nála egy örökösödési ügy, és itt vannak viták, veszekedések, vagy ennek a kártyának, ennek a halálnak szimbolikus jelentése is van, amikor lezárja ezt a helyzetet, vagy lezárja ezeket a kapcsolatokat. Ha ez elmúlik és megnyugszik, akkor beszélni akar veled, hiszen ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható ezen a képen, és a kezedben van ez a kard. Neki megvannak az elvárásai, hogy te hozz döntéseket, te közeledj hozzád, hogy tisztázódjon valami kettőtök között, és amit ez a kártya még jelent, a levegő elemét. És a levegő eleme felszabadít bennünket, de utal a kommunikációra is. Tehát vannak nála kihívások, viták, veszekedések, valaki bottal üti őt, de ez a helyzet lezárul, és utána felszabadultnak érzi magát, akar veled beszélni. A következő kártyák utalnak az ő érzelmeire. Itt látható, hogy befele fordul kell számára a nyugalom, a melegség, azon kívül lehet, hogy ő itt főz egy levest, vagy teát, tehát élvezni akarja az életet, de megvan nála a vágy, hogy legyen egy meleg otthon. Itt ezen a képen te vagy látható, és itt még vannak korlátozások, ami kihat az ő érzelmeire, hiszen nem tudja, hogy mi a te terved, nem tudja az, hogy hogy érzed magadat, hogy mi a vágyad, miről álmodozol, van-e hely a te életedben az ő számára, és emiatt olyan korlátozva, feszültnek érzi magát. Itt ez a kard jelenti azt, hogy beszélni akar veled érzelmekről is. Nem csak azért, mert ez a kártya ebben a sorban van, ahol érzelmekről van szó, hanem itt megjelenik a hetes szám, és az jelenti a hold energiáját.
És a holdnál szintén érzelmekről van szó, vágyakról, reményekről, álmokról, és ezt akarja ő hallani. És ha így van, akkor maga biztosabb lesz, és elmúlnak ezek a korlátozások itt a háttérben. Mit fog emiatt tenni? Itt ez a felhő azt jelenti, hogy valami még átláthatatlan számára. Utalhat arra is, hogy vannak félelmei, és nem meri kimutatni az érzelmeit. Ez a kártya jelenti az időt is, fél évet. Gondolj vissza arra, mi volt fél évvel ezelőtt. Vagy azt is jelentheti, hogy ez a fél év a jövőt illeti, mert ő tervez valamit, amit ő fél éven belül meg szeretne valósítani. Itt láthatóak a lepkék, ami utal a könnyűségre, a transformációra, a megújulásokra. Az ősi kultúráknál a lepke szimbolizálta a lelki dolgokat. Tehát ő ennek tudatában van, és itt a kettes szám, ez a két lepke rád és rá utal. Tehát nincs harmadik személy a háttérben. Itt lesz egy közös életút, a tízes szám jelenti az új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik, tehát átteszitek magatokat a kilences számon, a korlátozásokon, a félelmeken, a bizonytalanságokon, és akkor itt indul valami. De ő még nagyon sok mindent cipel, ami nehéz, neki el kellene engedni valamit, hogy meglegyen ez a könnyűség, amire a lepkék utalnak. Ami itt nehéz, azok lehetnek gondolatok, mint például, ó, ez úgysem sikerül, lehetnek érzelmek, félelmek, bizonytalanságok, lehetnek hamis kapcsolatok, ami szintén korlátoz és nehéz, itt vannak a kihívások, lehetnek bizonyos tárgyak, ami rossz emlékeket vált ki belőle, vagy egy bizonyos hely, ahol nem érzi jól magát. Ezeket a dolgokat el kellene engedni, mert emiatt olyan nehéz itt ez a kezdet. És hogy van akkor a könnyűség, amire a lepkék utalnak? Pozitív gondolatok. Minden sikerül számomra. És érzelmek, remények, vágyak, az álmok, a bizalom, a hit, a szeretet, mind ez segít abban, hogy legyen egy gyógyító erő, hogy minden előre menjen, hogy folyamodjanak az események, ügyelni a kapcsolatokra, kiben bízhat meg, olyan tárgyakat kézbe venni, ami szép emlékeket idéz elő benne vagy benned, és kell egy hely, ahol ő úgy érzi, igen, itt elérkeztem, itt le tudok gyökerezni, vagy a természet, ahol erőt meríthet, mindez segít neki. És hogy viszonyulj hozzá, ezt jelenti itt ez a kártya. Itt láthatóak az utak, amikor kereszteződnek, az életutak, a sorsutak kereszteződése, és akkor ez a csomópont itt, ez a találkozás nem véletlen. Amit ez a kártya még jelent, hogy mindketten elérkeztek most ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba, és itt fontos döntésekről lesz szó. Ez az irány, ez az új út lehet egy közös életút is, itt, és itt a háttérben ez a vár szimbolizálhat egy közös otthont, vagy magas célokat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!